Újabb 150 milliót nyert a város a mártírok útja felújítására, így tovább csökkent az önkormányzati önrész a fejlesztésben. Várhatóan a jövő év közepén indul majd a beruházás. A most nyert összegből épülhet majd meg a csapadékvíz főgyűjtő a forgalmas út alatt. Innen a vasútállomás mellől indulnak majd a munkálatok a mártírok úton, és innen haladnak a munkások lépésről lépésre egészen a Madách Imre utcáig. A kivitelezés nyár elején kezdődhet majd meg, de a közbeszerzést még idén decemberben elindítja a város. Ez egy hosszú eljárás, tehát mi úgy gondoljuk, hogy való 2013 tavasza és nyarán kerülhet sor a nyertes kivitelezővel a szerződés aláírására, illetve a munkaterület átadására, tehát valahol a beruházáson 2013 nyarán fog tudni megkezdődni. A közel 1 milliárd forint összértékű projekt keretében a Deák Ferenc és a Madách Imre utca közti részt újítják fel. A munkák során csaknem 1 méter mélyen bontják majd fel a jelenlegi utat. Új befogadósávok, biztonságosan elválasztott gyalog és kerékpárút, új közvilágítás és 6 darab busz megálló is épül majd a felújított szakaszon. A munkák idejére a lakók türelmét kéri az önkormányzat. A Mártírok útjára csatlakozó lakóutcák, azok zsákutcák lesznek, tehát a Mártírok út felé nem lehet ezeken közlekedni. Ezt követően viszont, amikor az útépítésre kerül sor a másik pályán, akkor elképzelhető, hogy teljes útzárat alkalmazunk a közösségi közlekedés korlátozott átengedésével. A munkálatok várhatóan 2014 nyarára fejeződnek majd be Fehérvár egyik legforgalmasabb gyűjtő útján.